Köszöntöm nézőinket! Ünnepélyes keretek között adták át az elmúlt hétfőn a várpalotai hulladékudvart. Az 560 millió forint összegű beruházást egy a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó projekt részeként Várpalota város önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Konzorciuma valósította meg. Az átadó ünnepségen Campanári Talabér Márta polgármester elmondta, közös cél, hogy Magyarországon jelentősen csökkenjen az illegálisan lerakott hulladék mennyisége. A hulladékudvar létrejöttével várhatóan jelentősen csökkenni fog az illegális szemétlerakás Várpalota bel- és külterületén egyaránt. Fogalmazott Campanári Talabér Márta polgármester a várpalotai hulladékudvar átadó ünnepségén. Elmondása szerint várhatóan sok várpalotai fogja igénybe venni a szemétlerakás ezen lehetőségét, hiszen bármely bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgár ingyenesen leadhatja a különböző hulladékfajtákat. Most az első ütemét adjuk át, azaz magának a hulladékudvarnak a fizikai elkészültét, illetve a közszolgáltató Kft.-nek köszönhetően, akik biztosítják hozzá az edényzetet, hiszen a projekt második része, ami még a magyar állam által nem valósult meg, hogy a szükséges eszközöket biztosította volna hozzá. Ez is volt egyébként az egyik oka annak, hogy nem két évvel ezelőtt, amikor már elkészült az itteni létesítmény, ezért nem tudtuk korábban megnyitni, illetve a másik ok a hulladékkezelésben bekövetkezett változás, amikor is ugye a MOL ZRT belépett ebbe a rendszerbe, és a szükséges engedélyek mostanra készültek el, így most tudjuk, azt gondolom, hogy a lakosság által már nagyon várt hulladékudvart átadni. Nátrán Roland, a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója tájékoztatójában elmondta, a hulladékudvar nyitvatartási idejét úgy alakították ki, hogy a munkába járók számára is könnyen megoldható legyen a hulladéklerakás. A cég munkatársai szakszerűen a megfelelő tárolókban helyezik el a hulladékot, melyet az elszállítást követően a MOHU MOL hulladékgazdálkodási ZRT rendszerében részben újrahasznosítják. Én szeretném azt hinni, hogy Várpalotán többségében vannak a jó érzés és becsületes emberek, akik az ilyenfajta hulladékot, amit a napi háztartási hulladékban nem tudtak elhelyezni, otthon tartották, az udvaraikon tartották és várták azt az évi két alkalmat, amikor ezt el tudják szállítatni. Most ez az évi két alkalom az év majd minden napján rendelkezésre fog állni, és nem kell otthon tárolni az ilyen jellegű hulladékokat, elektromos hulladékokat, építőanyagokat, kisebb felújításnak a hulladékait, tehát minden olyan hulladékot, amit eddig nem tudtak a háztartási hulladékban elhelyezni, most már itt a hulladékudvarban el tudnak rakni. A lerakó egy újabb, jelentős lépés annak érdekében, hogy a hulladékkezelés is olyan feltételek között történjék, mely a város érdekeit szolgálja, jelentette ki dr. Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője. Fontos körülményre hívnám fel a figyelmet, hogy ingyenesen lehet itt elhelyezni a hulladékot, tehát ez is egy fontos szempont. Én minden várpalotait arra biztatok, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, hiszen ez egy nagyon jó megközelíthető helyen van, tehát ide lehet jönni, ide lehet hozni a hulladékot. Várpalota város elkötelezett híve az elkülönített hulladékgyűjtésnek, ezért már 2006-ban elkezdte kiépíteni a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszert. A tervek szerint az idei esztendőben további eszközökkel, köztük járművel bővül a hulladékudvar.